Sziasztok, ez is egy 5 perces videó lesz, nem meccs összefoglaló, hanem Emőzi Zoltántól fogok kérdezni. Szia Zoli, az első kérdésem az lenne, hogy ki a kedvenc játékosod a mostani DVTK-ból, mármint hogy a keretből, és ki volt a valaha a legjobb DVTK játékos szerinted? Szia Misi, köszöntelek, és először is köszönöm szépen, hogy megkerestél a kérdéseiddel, és örülök neki, hogy a csatornádon szerepelhetek. Jelenlegi keretből Kis Tamás a kedvenc játékosom, méghozzá azért, mert ő egy nagyon ügyes fiatal srác, egy fiatal tehetség, és nagyon sok dinamikát ad hozzá a támadásainkhoz, mindig benne van egy váratlan csel, amit meg is mer csinálni, és meg is tud csinálni, és ő benne a magyar foci egyik nagy reménységét látom, és hogyha ilyen töretlen lesz a fejlődés, akkor azt gondolom, hogy még a válogatottban is látni fogjuk őt játszani. Remélem, hogy Diós Györmezben fogja ezt is megtenni, és sikerül a nyáron megszereznünk majd őt végleg a kötelékünkbe. Valaha pedig a DVTK-ból ugye nagyon-nagyon sok jó és szimpatikus játékos megfordult már a csapatban, de nekem Luke a valaha volt kedvencem, hiszen ő a hozzáállásával, a profizmusával olyan lendületet adott a csapatnak, amit én senkitől sem láttam még mindez idáig. És egyébként ő a pályán kívül is egy nagyon nagy profi volt, és miután befejezte itt a játékot, utána is találkoztunk többször, és mindig óriási hálával beszélt a Diós Győrről és szenvedéllyel, és azt a szenvedélyt szeretném én látni sok-sok játékosan majd még a jövőbe, amit rajta láttam, és hát nem semmi ballába volt. Ugye, ha szabadrugáshoz lerakta a labdát, akkor az már egy fél gól volt. Régen volt Miskolcon ilyen játékos, aki ilyen eredményes tudott lenni szabadrugásokból. A második kérdés az az lenne, hogy te hogy és mikor szeretted meg a DVTK-t? Hát erről a kérdésre nagyon nehéz a választ megadni. Ugye szerintem nagyon sok Diós Győri nem tudná megadni erre a pontos választ. Nyilván engem is az apukám vitt ki az első meccsre, 6 éves koromban, és azt mondhatnám, hogy ott ragadott meg ez az érzés, ez a szenvedély, ami a lelátón van, de azért ez túlzás lenne kijelenteni. Amikor már így középiskolás voltam, akkor a barátaimmal, akkor volt az, hogy rendszeresen elkezdtünk járni meccsekre, és ugye megláttuk ezt a szórakozási lehetőséget, akkor azért még annyira nem volt internet, meg minden más, tehát ez egy nagyon jó szórakozási és összejövési lehetőség volt a fiataloknak, úgyhogy csapatostól jártunk a meccsekre, mentünk idegenbe is, és az így összekovácsolt minket. És nyilván ugye miskolciak lévén kimásnak szurkolhattunk, mint a Diós Győrnek, úgyhogy én inkább innen eredeztetem azt, hogy akkor kedveltem meg igazán a meccsre járást. Ha a Fradi ellen kapnánk a 94. percben egy büntetőt, te kivel rúgatnád? Na most ezeket a büntetőket Iszlai szokta rúgni, és rendszerint jól is. Úgyhogy nyilván nem változtatnék én se rajta, valószínűleg az edző sem véletlenül nem változtat ezen, úgyhogy bizalommal odaadnám neki a labdát, és bíznék benne, hogy ezt is értékesíteni fogja. Melyik a legemlékezetesebb DVTK meccsed? 2011. április 17-én, lassan 9 éve játszottunk a Nyíregyháza ellen, Nyíregyházán egy nagyon fontos meccset, ami ugye nagyon fontos volt a feljutásunk szempontjából. Rengetegen utaztunk el, és az a meccs az egyik kedvencem, mert ott meg lehetett kapni mindent, ami a futballhoz hozzátartozik. Idegenbeli túrának a varázsát, ami egy nagyon-nagyon jó érzés, külön vonat indult a mérkőzésre. Nyíregyházára mentünk, ami a legfőbb riválisunk, nyerni tudtunk, és innentől kezdve már semmi nem eljutott meg minket, és feljutottunk. És egy izgalmas meccs volt, ugye 3-2 lett a végeredmény, 3-0-ra vezettünk, és utána kaptunk 2 gólt, tehát teljesen izgalmas volt, és nagyon jó, meg tudod nézni a YouTube-on most is ezt a meccset, az összefoglalót, hogy jó volt, mert ott volt a Bulldogs és a nyíregyházi szurkolói csoport, akkor még intenzíven szurkoltak. NB2-es mérkőzés volt, de egy nagyon-nagyon jó hangulatú, meg jó iramú meccs volt, tehát, és a végén mi jöttünk ki belőle győztesen. Úgyhogy ez a kedvenc meccsem, erre nagyon szívesen gondolok vissza, és jó lenne, hogyha ezek az idegenbeli túrák visszajönnének, de hát nyilván ez az kell, hogy a Nyíregyháza vége felkerüljön. Úgyhogy össze kéne kapni magukat nagyon sürgősen. És a következő kérdés,
Ki a kedvenc DVTK edződ? Tamás. Erre azt tudom mondani. Nyilván Feckó Tamással semmi problémám nincs, emberi is nagyszerű embernek tartom, nagyon jó az a munka, amit végez, nagyon jó a csapat, de én ugyanígy voltam Bódog Tamással is, úgyhogy nem tudom kettőjük közül kiválasztani, hogy ki lenne a kedvenc edzőm, és egyik őket se szeretném megbántani, úgyhogy őket jelölném mindenképpen az első helyre, tehát Bódog Tamás és Feckó Tamás nálam ugyanolyan kedvencek. De nyilván most Feckó Tamásnak szurkolok, hiszen ő ül a kispadunkon. És a bónusz kérdés, mit vállalnék be azért, hogy bajnokok legyünk? Ez nagyon jó kérdés, hallottam már ilyeneket, hogy jaj, én az egyik ujjam, a fél karom odaadnám. Érte? Hát azért ilyen dolgokat semmiképpen sem vállalnék be. Nem tudom igazán megmondani, mi az, amit odaadnék egy bajnoki címért, de nyilván nagyon jó lenne, hogyha 110 év alatt sikerülne egy bajnoki címet szerezni. De hogyha nem szerzünk, akkor sincsen semmi, mert Diós Győr nagysága nem a trófeákban rejlik, hanem abban, hogy mi együtt vagyunk, és abban, hogy ez Miskolc. És tudunk mi szurkolni úgyis a csapatnak, hogy nem nyert trófeákat. Úgyhogy nem tudom, mit vállalnék be. Köszönöm a kérdéseidet, köszönöm, hogy rám gondoltál, sok sikert kívánok neked a csatornádhoz, és hajrá Diós Győr! Ez lett volna az a videó, ahol hatot kérdezek Emődi Zolitól. Ha szeretnétek még ilyen videókat, csapjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Sziasztok!